Jó, na hát nem úgy indul ez az előadás, ahogy akartam, meg ahogy terveztem, tök fasza, és hát fasza lett volna, de hát nyilván miért úgy működjön egy rohadék alkalmazás, ahogy annak kéne, tehát tök faszán tényleg megcsináltam mindent, erre persze, hogy nem úgy megy. Mondjuk lehet, hogy pont olyan billentyű kombinációhoz összeállítottam a kamerának, meg a mikrofonnak a bekapcsolását, mondjuk az a Ctrl-Shift F11, meg Ctrl-Shift F12. Ó, édes faszom, akkor nem az... Aj, mindegy, akkor majd... jó, lehet, hogy mindegy, akkor lehet, hogy tudom, hogy mi a probléma. Na, jó, szevasztok, na még egyszer. Kezdjük akkor, illetve folytassuk, mert most már egyre kevesebb időnk van, és hát haladni kell itt a dolgokkal. Sniper Elite 3-mal folytatjuk, remélhetőleg nem lesz olyan hosszú, mint múltkor volt. Múltkor tényleg rohadt hosszú volt, és én amúgy élveztem, meg remélem, hogy ti is élveztétek, de hát így szegény Star Wars Battlefront 2, az így megszívta, mert nem volt már arra idő. Úgyhogy már mindenképpen szeretnék arra is időt szánni, és úgy terveztem, hogy ugye most direkt fél öt már elmúlt, de este hétig azért, még hogyha másfél órás is lesz ez a rész is, akkor is ugye 6 órára, ilyen 6 óra körül befejezem, tehát még mindig marad 1 óra, körülbelül 1 óra, hogy Star Wars hozzam. A lényeg az, hogy igen, hogy lesz. Na, folytassuk akkor ezért a Sniper Elite 3-at. Most elvileg akkor már minden oké, tehát lehet látni és hallani is. Majd akkor valószínűleg a hotkey-eket basztam el. De hülye voltam, hülye gyökér vagyok. Szevasz! Szevasz, nem késő, igen, még látszott, hogy itt vagyok a menüben. Letöltöttem egy tök fasz alkalmazást, egy ilyen stream decket, ugye nem, most fizikálisan nem akartam venni, vagy nem fogok venni, meg akkor is igazából szívtam volna vele. Tök jó, mobiltelefon, pár száz forint a pro része, és mobiltelefonra csináltam stream decket, ami tök fasza. Tehát a lényeg az, hogy gombnyomással egy csomó makrot tudok hozzárendelni egy-egy gombhoz, tehát elindítja a streamet, átkapcsolja a kamerát, stb. És ez így működött is, a visszaszámlálás automatikusan elindítja a felvételt, tehát nem kell nekem ezeket nyomkodni. Tényleg tök fasza, és amikor a mikrofonomat meg a kamerát bekapcsoltam, amikor ugye megjelent a játék, akkor így azt mondta, hogy akkor ő így kilép. És így, mármint, hogy így kilépett az asztalra, és akkor nem látszódtam én, meg hallatszódtam, de ugye mögöttem a sötétség. Megpróbáltam visszalépni, nem, sehogy se engedte, úgyhogy rájöttem, hogy hát ugye annyira nem okos ez az alkalmazás, tehát ugye ahhoz, hogy én egyszerre több mindent kapcsolja ki meg be, ahhoz hotkey-eket kell rendelnem, és a program, tehát maga az applikáció, ami ugye így megjelenik a telefonomon, ott meg igazából magát a hotkey parancsot kell kiadnom, tehát kvázi tényleg olyan, mintha a billentyűzetemen nyomogatnám a Ctrl, Shift, mit tudom én micsodát, de mégsem a Ctrl, Shift, nem tudom mit kell nyomogatnom, hanem csak itt van előttem a mobil, és akkor így pötyögök rajta, és megnyomom azt, hogy kamera, mikrofon bekapcsolása, akkor bekapcsolja. Csak valószínűleg pont egy olyan hotkey-re sikerült rátennem, a Ctrl, Shift, F11, ami... Hát akkor ezek szerint az nem túl nyerő. Na mindegy. Jó van. Na, folytatjuk a Sniper Elite-et, ezt majd ki fogom javítani, aztán majd letesztelem jól. Na, nem igaz, mondjuk játékra teszteltem volna. De azt hiszem teszteltem is játékon. Na mindegy, majd kipróbálom. De lehet, hogy nem teszteltem, hülye voltam. Egy igazi loser IT is vagyok. Na, kampányba folytatjuk. Karácsonyt már nem kívánok senkinek, meg boldog, nem tudom is, mert ugye az tegnap előtt már megvolt. Úgyhogy folytassuk. Micsoda? Ja, mert lehet, hogy... várjál már. De continue, nem? Most miért nem continue? Mi, ki kell megint választani? I've reached Fort Refugio. Ja, jó. Right now, the informant is our only lead. Hát, mindegy, meglepődtem, de mindegy, jó legyen akkor így. Legyen, ahogy ő akarja. This place back in 41 during Operation Compass. So I have the basic layout. It sits menacingly on a coastal cliff, unassailable to an army. But a lone soldier should be able to find a quiet way in. Once I make it past the searchlight. Even at night, plenty of Axis forces around. We'll be near suicide to use my rifle before reaching elevated ground. Even so, if I go loud, I'll have to watch for reinforcements. There's a storm approaching. It could prove useful. Tehát Fort, micsoda rifú... Most mit, ez meg, ne, nekem ne dumáljál, most nézem, bekapcsolt ez a szarszemét, na.
Minket, ez valami informátort tartanak börtönben, Fort Refugio-ban, be kell osonni, és ki kell szabadítani. De hát akkor ez osonós lesz, akkor ebbe hogy fogok? Ja, mindegy. Na, majd meglátjuk. Hát, azt tudja. Na, majd kiderül. Na. Jó, difficulty az. Oké. Okay. Jaj, de izgi. A múltkori az... Hoppá. A múltkori amúgy nagyon izgalmas volt. Igen, ebben aztán nem kezdtem bele. Biztos, hogy nem kezdtem ebbe bele. Hát ez olyan, mint a szökés, csak visszafelé. Tehát be kell törnem egy börtönbe, és utána még ki is kell jönnöm onnan. Azért az durva. Az kemény lesz. Hú! Ashmine. Jó. Hát itt... Innen indulok? Hát miért, most miért escape-re bazd meg, miért lép ki a... ezt nem értem most. Valamit nagyon elkúrtam itt a hotkey-ekkel. Lehet, hogy nyomva tartja a kontrollt. Jó. Mindegy, majd akkor mások kell átbindelni a fenébe, majd valamit kitalálok a hotkey-re. Valószínűleg a Ctrl-Shift funkcióbillentyű az annyira nem tetszik, vagy lehet, hogy az más Windows-os funkciókra is rá van kapcsolva. Na, nekem most a Ctrl egy kicsit fura, pedig nem, mert a sensitivity az jó. Mindegy, az Escape-et akkor nem nyomkodom, mert az Escape-re kilép a Windows-ba, és a Task Manager-t látom, úgyhogy valami szerintem beragadt itt a hotkey-eknél. Remek, imádom. Azt a kurva. Ja, hogy azt a betyár mindenit. Én nem tudok jobban zoomolni. Hát, itt őr van. Nincs a toronyban őr. Nincs a toronyban őr, ne bassz. Hogyha nincsen, milyen bizé ez, biztonság. Jó, menjünk a Verroddal. Tehát disablezni kell a kereső Searchlight Towers-t. A kurva életbe. Úristen, hát ez rohadt hosszú. Mekkora a pálya? Mondjuk nem nagy legalább. Tehát, hogy én itt vagyok és... Pff, nem nagy. Ja. Ó, de jó gyerekek. De jó. Jó, hogy ez optional. Uh-huh. És itt van ilyen sniper nest. És hát a snipereknek a... Uh-huh. Tehát, ott van sniper. Uh-huh. Azért itt van kettő is. Itt valami kocsi megy, jó. Ezeket le kéne szedni. Hát én innen akarnám megközelíteni a dolgot. Na, ide be tudok jönni? Jövök be. Ja, és ez... bazdik, ez pont itt pásztáz. Remek.
Megpróbáljak innen menni. Á, várj, meg erre is van amúgy. Hát lehet, hogy ez sem rossz. Hát nem kell kinyírni senkit. Ez ilyen barátságos lesz. Ja, ott is van valaki. Hol? Ez itt miért van? Mindegy, megöljük. Ja, hogy lehet innen is menni. Aha. Ja, hogy itt ilyen autó. Ja, értem. Nem jó, elbasztam. Jó, itt legalább volt egy mentés. Elmegy, szedegessünk ki mindenkit akkor itt. A Leaving Battlefield, jó van, tudom. Lehet, hogy be kéne mennem izé így autóval. Lehet, az lenne a legjobb amúgy. Na mindegy, hát nézzük meg, hogy itt mi a szar van. Itt az ott járőrzik, bazd meg. Nem tudom, mit csináljak. Igazából betudnék, hát... És ezt még mindig ki tudnám iktatni, mert hogyha itt eljönnék... Most ugye... Oda kell menni. Ott van amúgy egy sniper torony is. Lehet, hogy ott van valami zaj forrás, vagy fasz tudja. Jó, próbáljuk meg. Elvég ezek nem látnak. Tehát itt, hogyha én eljövök most ide. Mondjuk az a kettő szerintem nem veszi észre. Ja, szerintem azok balfaszok. Aha, itt van a sniper, azaz. Na ide most följök, itt ki fogom nyírni a snipert. Egyébként is remélem, hogy kinyírom.
Hát megpróbáljuk ezeket lelőni. Jó. Most az a kérdés, hogy a Sniper Nestnél igazából, tehát hogyha innen lövök, akkor itt nem hallják majd meg. Elvileg. Mert ugye elvileg ennek az lenne a lényege, hogy ez ugye messze van mindentől. Tehát ha megnézzük a térképet, ez... Hát... Milyen szar legyen. Megnézzük. Jó, nézzük meg, hogyha most kilövöm mondjuk azt, ott van egy... Egy kópé. Most mindjárt kiderül, hogy ezt meghallották-e, vagy sem? Jó, meghallották. Oké, akkor... akkor semmit nem ér ez a izé. Ez semmit nem ér. Hát mindig akkor dizébölözzük ezt a izért, azt letiltjuk. Itt most több ember ugye nincs, ugye? Jól látom. És ugye itt van már a kastély, tehát elvég ide be is tudok majd jönni. De azért kinyírunk mindenkit, biztos, ami biztos. Most ha keresnek ilyen izét töltényt, ezt elfelejtettem. Hogy kell átkutatni? A Z. Ez az. Jó, visszatöltöttük a... Nézzük, hát ha ennél is volt egy kis... Gránát. Jó, hát ez kurvára nem kell, de mindegy. Csá. Halka, menjél már, bazd meg, hát nem értem. Jó. Hát mi van még? Másikat is. Jó, és find a way into the fort. Tehát, hogy, ja igen, hogy be... Ja, talán kell egy bejáratot valahogy az erődítménybe. Hát mindegy, majd valahogy föl még, de előbb kiiktatjuk a... Ez nem jó, megpróbálunk erről menni. Bazzak, ez itt vannak egy páram. Az meg ez... Ah, ez ide fog jönni? Ne, légy színe, ne. Kurva életbe ide fog jönni.
most ezek elvek tartják a pozíciót, meg lőnek valakire, de végülis én most így... Nem volt nehéz megtalálni. Mondjuk nem kellett volna akkor ledönni. Mondjuk a izé miatt lett volna jó, hogy izé letiltsam ugye azt a másik kereső fény, de mindegy, most így legalább közelebb vagyunk már a megoldáshoz, mondjuk még... Ja, várjál, nem ezt akartam. Shift... Ja, mert a shiftet is nyomja ez a szar. Értem én, hotkeyekkel lesz itt gond. Ott van két ember, jó. Hú, a Verrodba, ez az, Verrodba volt izénk, történjünk, ez az. És milyen feladat? Ja, hogy most a erődítménybe is kell. Hát menjünk be ott, mondjuk így, nem tudunk bemenni. Nem. A másik nem lát. Ja, most nem, most azért megy ott az a méter, az a mutató, vagy milyen szar, mert ugye az egyik észrevette, hogy hogy lehet nyilván lelőttem a két lépés előtte lévőt, vagy állót, vagy ülőt. Ó, bazd meg. És ugye most még itt azt méri a játék ilyenkor, hogy pozíciót, de hát ugye már az is meghalt igazából. Na, fölvettünk egy levelet, ez nem tudom mit jelent, mindegy. Jó van, van a pisztolyunkba töltény. Ez a lényeg, ezt szeretjük. Na, te nem tudok elvenni semmit. Verrod, ja. És akkor oda kéne bejutnom? Másikba, ugye? Vagy ide? Nem tudom, hogy kiderül. Nem tudom, minek jöttem be ide. Mindegy. Ups! Ja, hogy ott van egy. Ó, bazd meg. Hát azért nézzük, keressük át a izé, hogy kutassuk át a hóttestet. Csak nem tudom, ez a szar, ez ugye nem mutatja, hogy hova kéne mennem. Tehát így... Hoppá, menjünk C-vetve. Nézzük. Nézzük, hogy nálad mi van. Tartogatsz... nem, gránát, az kösz, nem kell. És érdekes, hogy nincsen... nincsen ilyen zajkeltés.
Alkalmas eszköz. Nem jó, ez mi? Dinamit, remek! És kurvára csöndbe kéne bemenni, ez igazából nem tudom mire használom majd a dinamitot, de nem baj, van. Mondjuk az ott... Jézusom. Oda kéne átjutni, az ott megy. Ez olyan észrevesz, hogy kiszúr. Persze, hogy ez szúrt ki picsába. Le tudok menni? Mi van ott lent? Igazából nem tudom, hogy jó felé megyek. Itt van még följebb, de szerintem kurvára nem erre kéne menni. De mindegy, most nézzük meg, hogy mi van itt fönt. Ja, de! Pont ide kellett volna jönnöm. Hát ez kurva jó. Itt tartják a izé. Bazzek, pont megtaláltam. I'm here to get you out. There's an officer here, on Valnstar. He has the key. I'll be back. De most akkor valakinél van a kulcs. Ha, üljél vissza nyugodtan. A picsába. Nem, már most oda vissza kell mennem. Jaj, hogy ő mozog. Picsába. Hát nem baj, mondjuk tudjuk az utat visszafelé, úgyhogy semmi gond. Megyünk vissza, hogyha a játék is úgy akarja, hogy... Szépen sunnyogva. Hát akkor ezt le kell most lövjem. Hát nem baj, rászkodott ott egy kicsit. Na jó, nézzük, nálad volt-e valami? Oké. Most hol van az emberünk? Közelebb, ez az. De ő mozog, mert ugye, hogyha megnézitek, így látszik is egy kicsit így ízért. Tehát ez egy embert jelölt, tehát most... Szevasz, spongya Bob, üdvözöllek! Most remélem, hogy nem fogunk itt lebukni. De csak nem. Mert ugye igazából erre jöttünk, tehát és itt kinyírtunk mindenkit, tehát csak nem jött a váltás, vagy nem tudom, ott még ott van a másik is. Tehát ez lepihent. Oké, és akkor itt lesz valahol közel már. Itt szuszókál egy... Nem? Ja, hogy erre kéne menni.
Mondjuk bejöhettünk volna eleve már az elején ide. Keys. Nice. Ne, már nem. Bazd meg, nem találtam semmit. Ja, de megvan. Ja, de jó, oké. Már azt mondta, hogy nothing found, nem? Nem azt írta, hogy nothing found. Ja, hogy lehet, hogy ilyen izé, tehát hogy... Úgy, ja, értem. De valószínűleg úgy érzette, hogy... ilyen lőszer vagy ilyesmi. Uh-huh. Hát, na, akkor kiszabadítjuk az informátort. Informar. Az ember ott nem fog minket észrevenni, szerintem az, hát, hogy a hullát se vette észre, akkor minket miért venne? Eléggé furán járőröznek amúgy a legények, mert ott van kettő hulla és aztán így valahogy azt nem sikerült kiszúrni, de mindegy, hát semmi gond. Én ennek örülök, hogy ezek a germánok, ezek ebben a játékban is eléggé fatökűek, de... Legalább úgy néz ki, hát nem akarom elkiabálni, hogy ez a rész ez talán jobb lesz, mint, a, mint az előző. Mármint az előző is kurva jó volt, csak az rohadt hosszú. Itt meg ahhoz képest, hogy elsőre megtaláltam, hogy hol van az officer, tehát nem kellett rohangálnom jobbra-balra. Tényleg elsőre, mondtam erre jövök, talán erre egyszerű bejutni, azt itt is van. Itt a kulcs, na! Jó, nem kell színészkedni. Legyél férfi. Na, tud sétálni, király. When I've cleared a path, move to the gatehouse. Will do. Oh, bazd meg. És mit kell csinálni? Ja, hogy... Ja, értem. A Verrod az full. Jó, a Verrod az tele van. Hát gyerekek, most mi a mi a faszt kell most csinálni? Amúgy. Innen föntről lődözzem ki őket. Hát végülis meg lehet próbálni, mert annyira lehet, hogy mozognak úgy. Mert én most arra gondoltam volna, nem tudom, hogy ti is arra gondoltatok-e esetleg, hogy itt vannak ezek a csodaszép páncéltörő aknavető, nem tudom mi a faszomok. És jó belelőnék egyet a izébe, abba az autóba például. Na mindegy, nézzük. Nézzük másképp. Nézzük, próbáljuk elegánsabban. Na, maradjál itt, ne menjél sem erre. Az ott figyel. Jó, elindult. Igen, ő szerintem ő szimatot kapott, vagy fogott, vagy nem tudom, hogy mondják.
Ó, kalapács, mindenféle szerszámít az asztalon. És kérdés, hogy... Itt van valami kópé, vagy itt fönt van kópé? Ebbig itt fönt van, ugye? Na, itt is van egy, akkor azt is ki kell nyírjuk. Mondjuk lehet, hogy alszik. Hát, bocs. Jó. Kurva életbe. Bocsánat. Na, még ez honnan jött, azt így nem tudom, mindegy, nem is érdekes. Innen még szerintem le lehetne gyorsan szedni. Hát ez mindjárt ide jön kivizsgálni, az nem baj. Az már nagyobb baj, hogy jön a másik is. Clear. De akkor ki a tököm dumál ennyit, mert valami nagyon izé. Isztelef is... Ja, ú, az még ott van valamit, hogy csinál. Jó, szerintem őt még leszedjük, mert ez még gondot okozhat. Igen, lehet, hogy megtalálta a hullákat. Látjátok, mennyi hulla van itt? Jött még egy bazd meg. Itt a parte parte qui. Az jön még a kurva életbe. Na nem baj, itt tisztítom meg. Nem találtok mi. Ja, és akkor ennyi, ennyi volt a gyanú. Jó. Bassza meg mi a... Hát az lehet, hogy nem jó, hogy egyesével, de ott mondjuk, mint ott van valami építkezés, lehet, hogy ott van valami generátor. Nem tudom őket úgy kitakarítani, hogy izé, tehát leszedegetni egyesével esélytelen. Tehát valami mást kéne.
Esetleg, hogyha innen nézzük, mindjárt megnézzük, hogy... Jó. Oké. Ugye te is meghalsz. Na az is följön. Hát hogy az is följön, bassza meg. Nem. Így följön? Nem jó, csak köröz a kocsinám. Igazából ezt a hármat kéne valahogy ügyesen még kiiktatni. Jó, nézzük meg ezt a szart, hogy itt tudok-e valami zajt csinálni. Van itt, de nem mehet jelezni mondjuk. Na mindegy, nézzük meg. Ja, de várjál, lehet, hogy itt... Aha! Mondjuk már megérte ide jönni, mert itt legalább szereztem a izébe. Tök fölöslegesen. Ja, szerintem ez egy sniper nest, nem? Gyere, ó, oh, nem, az messze van. Mi van akkor, hogyha megpróbálok? Na viccoltok ahhoz, hogyha beledövök mondjuk a izébe, abba a tartályba, mert ott föl fog robbanni. Ez nem tud belehalni. Bassza meg, ez messze van. Próbáljuk meg. Mit szóltak hozzá most, amikor ott elmegy mind a kettő? Nem mondom mind a kettő. Ezért csak elbaszom ezzel is az időt. Jó, nem, az most ott beszélget, bazd meg. Aj, nem áll. Hát mondjuk hülye vagyok, van egy ötletem.
Ezt nézzétek meg. Kitaláltam a tutit. Itt meg van alattam is valaki. Az igen. Igen, a térkép ugye mutatja, hogy ott most alattam. De nem gond, mert ezt nézzétek, ezt találtam ki. Őre nem lesz szükség. Alapvetően eddig nem volt olyan izé, olyan nagyon gáz, mert mint hogy így jó, elkezdtek volna nyomozni, de mondjuk azokat el is tettem lábalól, tehát aki mondjuk így rájött arra, hogy ja várj, itt van még alattam is egy. Ja nem, ez itt alszik, jó. Még hát van. Ez az. Na. A picsába. Nem gondoltam, hogy még itt lesz. Úgy, akkor nézzük meg hát, ha még itt valaki kijön. Várj, lehet, hogy innen. Jó, itt nincs több. Vagy? Hol lehet? Itt van az orrom előtt. Ja, ott. Jó. Mindegy, menjünk akkor vissza. Lehetett volna, mert ó, basszus, végigvettem volna itt alul, de nem volt. Azt hiszem, alul nem volt több járat. Vagy igen? Picsába. Na mindegy, akkor itt vissza tudok majd jönni az emberünkért, nem kell annyit menni a... Jó, a lényeg az, hogy itt most itt így kijövünk. Come on!
Jó, most még keresnek. Picsába az észrevett. No, és akkor elvileg csak az egy ember lesz, igen, aki ott van, és ő mindjárt észre fogja venni itt a hullát. Így van, az nagyon jó lesz nekünk, mert mindjárt ide jön. Nos, miért ment coverba? Jaj, jó, az, aki köröz, értem. Most jön automatikusan, vagy el kell mennem érte? Ja. Nem, azt mondja, hogy climb ladder. Jó, akkor lemászunk. Na mindegy. Igen, hol van itt ladder? Nem. Igen. Most hova megyünk? Nem ért még véget. Én érzem én, hogy itt még, tehát ez nem annyi, hogy kiszabadítunk egy foglyot, azt ennyi, hanem még itt szarrá kell bombázni, majd mindenkit meg lelőni. Még fedezni, vagy... Ja, értem. Sounds like he could use a little help. Nem látom a többit. Hol van a... Szép, oké. Hát remélem, hogy nem hallanak meg. Kurva életben, onnan is jön egy csomó, bassza meg. Jó, annak is annyi. Egy még ott fut, egy. Ajj, ez nem volt szép, de mindegy. Izé. Honnan lőnek még? Ja, ott.
Bla 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 bla. Nem, az a baj, hogy nem látom az ellenfeleket annyira, tehát most így egy darabig jelölte őket pirossal, de most így, honnan lövik? Az meg honnan lövik? Ott van tőle egy izé, balra. Jó, akkor annak is annyi. Miért nem tudtam levegőt venni? Pajti. Megpróbálom seggbe lőni, de... De inkább fej, az a biztos. Kezén keresztül, így meg utána a szívét. Nem tudom melyik a... Hát azt hiszem a szíve az halálosabb. Honnan lövik még? Ja, a picsába. Az dupla kill lesz? Az lehet, hogy dupla kill. Figyelj, figyú! Ezek hogy voltak egymásban? Azt mondjuk ezt így nem értem, de... Hoho! Nézd meg, mögé is unnyogott volna, a kis köcsedék. Igen. Na mennyi van még? Jön még valahonnan valaki? Hopp, az meg ott látok. Az egy gerinclövés, így van, gyönyörű szépen, a belső szervei rendben voltak, vagy hát vannak még mindig, de... Honnan az anyámból? Honnan lövik? Az így van, a tüdeje szétrepett egy picit, ő már nem vesz több levegőt. Jaj, hogy ő fedezékben van. Honnan lövik? Nem látom, hogy... Az ott bujkál, az oké. Azt az egyet kéne onnan kiszedni, nem? De hát az hogy? Enemy shooter spotted, de hol? És le tudok itt jönni amúgy, vagy... De nem, hát igen, az kéne, de az hogy szedem szét?
ott előtte igazából nincsen. Na most azt én hogy csalogatom onnan, hogy ez anyámba fog onnan. Sniperes izében nincs, az ott bujkába az eg. Na mindegy, próbáljunk meg belelőni. Akkor csak átlövi, nem tudom, miért bokorba vagy? Igen. Na, jönnek még emberek? Honnan jönnek? Valami ott megy. Az meg át kéne ide jönni, picsába. Jó. A kurva élet. Bazd meg, mennyien vannak ezek? Nem robbantani kéne már. Szia Marianna! Robbantani kéne valamit. Mert ott vannak ilyen palackok, csak így kurvára nem... De nincs semmi rohadt izé. Most... Az igen, az egy seglövés. Talán ez ilyen double kill lesz. Így van. Nem lett double kill. Pedig hát mind a kettő meghalt, na mindegy. Akkor ezért hárman voltak. Igen, és ott a gerince megnézi a nyaka, a betje, azt a... Jó, hányan vagytok még? Picsába. Ez az! Ő volt az utcsó. Na menekülj! Ott egy autó! Ülj be egy autóba, azt menj el a... Oh, mi a WC papír ragadt a talpára? Valami fehér ott, vagy nem? Int egyet, köszi, és most lövik le, paf! Nem. Fogadjunk, hogy ki kell még menekülnöm? Nem? Na? Na? Nem kell kimenekülni. Beszarás, hát nagyon jó. Hát akkor nagyon jók voltunk. És nagyon jó voltam. Na nézzük a statisztikákat. Hát, igen, mind a kettőt nem nyírtam ki a Searchlight Towerből, mert előbb találtam meg a bejáratot az erődbe, úgyhogy nem nagyon tudtam mit csinálni, utána már nem mehettem ki. Ez az én The Officer. Na mindegy, azt nem tudom mi. Na mindegy, 66 killen volt. 3,5 kilométer lövéstávolság, így összesen. Hát igen, azért itt a végén itt lövöldöztem rendesen. 3 relocation kellett. Itt igazából 3 olyan helyzet volt, ahol amiben ugye felfedeztek, és onnan ugye el kellett mennem, tehát ilyen relocation. Úgyhogy olyan sokszor azért nem buktam le, de na, nem lett annyira csöndes, mint ahogy én azt terveztem, de szerintem hát jobb volt, mint a múltkoriban, mint ugye egyszerűbben, meg gördülékenyebben ment. Na nézzük, Project Zoike! But he has a lead.
A supply outpost in Siwa, frequented by Valen. We don't know if he'll be there, but the man likes to have everything precisely ordered. Valen will have every detail planned out, scheduled, written down. All I have to do is find it. Brouwer has been useful. He's given me the locations of Valen's office and the German storehouses. Uh-huh. Also some good sniper positions across the town and rumors of an old smuggler's entrance. It's going to be tight on the ground. It's somewhere in this town. Ó, bakker. Hát, na most egy faluba fogunk, vagy egy kisvárosba fogok menni. Fúha, na ott biztos, hogy izé minden sarkon lesznek katonák, ellenségek, úgyhogy az... Igen, hát jól sejtettem. Ó, bakker. Hey. Hú, bakker, és nézzük a térképet. Hát, nem kicsi, viszont nagy. És itt vagyok a legcsücskében, én pont nem látszom önmagam, vagy nem látszik önmagamtól. Tehát itt van a legalján, a kép, majdnem a képernyőnek a leges legalján. Onnan, itt van egy tó előttem, azt meg kéne kerül. Ó, úristen. Ez kemény lesz. Na jó, ez a rész, ez lehet, hogy egy ilyen másfél-két órás lesz szerintem, úgyhogy... De ezt nyilván nem most fogom, ez már ugye jövő hétre, és jövő héten ugye visszaállok majd a rendes kerékvágásba, tehát csütörtökön, hétfőn csütörtökön és pénteken, vagy lehet, hogy hétfő, szerda, csütörtök, péntek, meglátjuk még, hogy és akkor szétbontom a játékokat, és minden nap egy játék, egy óra, és akkor nem lesz ilyen, ezért nem fog ilyen késő éjszakában nyúló gémelés, nem lesz majd, nem fog lenni, ezt jól akartam mondani. Na mindegy, egy fél perc szünet, nem fél, egy-két perc, ki kell mennem mosdóba, ti is végezzétek el a dolgaitokat, ami szükséges így, hát egy, majdnem egy óra, több mint egy óra után, ugyanis nem sokára jövök vissza a Star Wars Battlefront 2-vel, hurrá, hurrá, úgy múlt héten az kimaradt, tehát most egy kicsi hiányérzetünk lehet, megpróbálom bepótolni, nyilván annyi időt most nem tudok, tehát az arra is bő egy órám lesz, illetve egy óra kb, úgyhogy reméljük, hogy kevés röpködéssel, nyilvánvaló, hogy egyszerűbb, még azt is egyszerűbb amúgy irányítani, mint a GTA-nak, a San Andreasnak a repülőit, de ebben meg összehányom magam, meg kb. Mindig elszédülök. Úgyhogy reméljük, hogy most itt a földön kell majd harcolni, és ja, és nem lesz olyan bonyolult, mint múltkor, hogy így fél órán vagy három órán keresztül azon az egy ponton nem jutottam túl, ahol az volt a megoldás, hogy pajzsal kellett igazából végigrohanni mindenkin, tehát hogy nem kellett őket lőni. Ja nem, bocsánat, nem az volt, hogy el kellett foglalni ugye egy ilyen sniper állást, vagy egy ilyen valamilyen állást, és ott egy ilyen gépágyúval azt a lépegető szart szét kellett lőni, mert hogy igazából, és utána már valahogy, ja meg az embereket is, valahogy oda nem tudtak feljönni, amúgy kurva intelligens az egész társaság, tehát akárhonnan próbáltam mosonni, megtaláltak, oda özönlött mindenki, és meghaltam. Érdekes mondom, ide valahogy nem tudtak feljönni, pedig ugyanúgy egy ilyen lépcsőn kellett volna, és szarrá lőnek, nem. Tehát így valahogy így megálltak így előttem, és akkor szét tudtam őket aprítani. Úgyhogy nem értem teljesen, de mindegy. Mondjuk azt, hogy jó a Star Wars Battlefront 2, mert tudom, Arninak rohadtul tetszik, nekem amúgy hát annyira nem dobogtatja meg a szívem, de az fog következni. Ezt a részt pedig hamarosan YouTube-ról is vissza tudjátok nézni, remélem, hogy like-kal fogjátok díjazni, hogyha tetszett. Ha így van, akkor ezt ne felejtsétek el, illetve iratkozzatok föl a csatornára, de lesznek még tesztek, úgyhogy most például a Xiaomi-nak most már kicsomagolása a kis 360 fokos Mi kamerának, biztonsági kamerának, meg az okos ilyen füstérzékelőnek már megvolt, ezt pont így a közvetítés előtt forgattam le. Sőt, a setupot is, tehát hogyan kell mindkét eszközt beállítani, még hátra vannak nyilván vágóképek, meg azért így a tesztelés, tehát egy-két napig használom őket. Nyilván a füstérzékelőt csak úgy tudom majd bemutatni nektek, hogy valami, nem tudom, itt egy gyertyát itt elkezdek égetni, és akkor fölé tartom, mert alapesetben az egy füstérzékelő az a jó, hogyha igazából nincsen használatban, tehát ugye tudjuk, ez ugyanaz, mint az orvosra meg ügyvédre ne nagyon legyen szükség soha, tehát tök jó, hogy léteznek, de igen, őket nem kívánja soha senki, úgyhogy ezek is érkeznek, de még lesz telefon is, stb. Ezeken dolgozom ugye, amiket ígértem is, illetve ugye karácsony után, alatt, illetve után, nem, 24-én meg 26-án volt két teszt, ezen a héten remélem, hogy még egy vagy kettő fog érkezni, illetve hát a játékok is. Na, fél perc szünet, vagy egy perc, és jövök a Star Wars Battlefront 2-el, addig is nem menjetek nagyon messzire, szevasztok!